Pünkös számomra egészen más ünnep, mint a többi ünnep, amivel szoktunk találkozni, mert talán nincs olyan ráfutása, mint egy húsvétnak a bőjtel, vagy a karácsonynak az adventi időszakkal. Mégis, még mielőtt lelkész lettem volna, hallatlan fontossá vált kamaszkoromba, gimnazista koromba, hogy amikor pünköskor, és ez pünkös vasárnapot jelentette mindig kevésbé a hétfőt, elmentem istentiszteletre, akkor vártam valami lendületet, valami másfajta igehirdetést. Talán a naptól is más vártam, nem csak az általában akkor nyíregyházán is megélt konfirmáció istentisztelettől, hanem magától az ünneptől, ahogyan átmegy a gyülekezet számára az egyház születésnapján. Lelkészként pedig egészen különös módon ez az az istentisztelet, vagy ez az a nap, amikor megmagyarázhatatlan számomra is, de majd kiesek a szószékből, szó szerint Szentendrén elég alacsony a szószék, tulajdonképpen csak egy lépcsőt kell fellépni, de mégis azt érzem, hogy a gyülekezet közé szeretnék menni. Nem stimulálom magam hajnalba, vasárnap pünköskor, hogy én most másképp prédikáljak, mint egy más vasárnap, hanem egyszerűen a Szentléleknek az olyan eleven jelenléte tapasztalható meg, ami akár az igehirdetés ütemében, a szabadon mondott imádságban, magában az igehirdetés, ha tetszik, előadásában, jó értelemben előadásában, ahogy elmondom, valami felfokozott hangulatot, valami óriási örömöt jelent. Pünkös nekem elsősorban most már ezt jelenti, egy megváltozott lelki állapot a gyülekezettel együtt, és ezt a gyülekezet is nagyon-nagyon szépen veszi, és tudják, hogy Horváth Hegyi Olivér ilyenkor kicsit más dinamikájában, lendületében. Egy másik nagyon kedves élményem, hogy az egyik hittanórán tanítottam, hogy az egyház születésnapja következik, és hívogattam a gyerekeket Szent András katolikus iskolába, evangélikus kis csoportot, 6 főt istentiszteletre, és hát mondtam, születésnap akkor torta, és az egyháznak is járna a torta. És két drága kis hittanosom, Janka és Rozi, a gyermek istentiszteletre, ami pünkös vasárnap délután volt, megjelentek a szüleikkel egy tortával, 2000 felirattal, és hát végig erről tudtam prédikálni. Fantasztikus volt, ahogy a gyerekek átélték azt, hogy az egyház is lehet olyan megszemélyesített valóság, akit fel lehet köszönteni születésnapja alkalmából. Hát egy 2000-es került oda az egyszerűség kedvéért, ez néhány évvel ezelőtt volt. És ahogyan nem merték ezt a templomformát öltő tortát megvágni, hiszen a templomot nem szoktuk szétvágni, és aztán elfogyasztani, megenni jó ízűen. Ez is egy újabb bizonyosság volt arra, hogy a gyerekekben, Roziban, Jankában, és aztán a többiekben, akik ott voltak még 30-an, 40-en szülőkkel együtt, mennyire fontos mégis az egyház itt ebben a kicsit furcsa érinthetetlenségében, de magában az ünnepben. És áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő. Olyan más volt ezt énekelni az egyháznak. A Magyarországi Evangélikus Egyházra gondoltunk, saját egyházunkra, gyülekezetünkre, ami Krisztus egyháza. Hát pünkös nekem ezt a kettőt jelenti most.